Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják. Benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Közel 3 évtizeddel ezelőtt vágott bele a gazdálkodásba Kotnyek István Zalában, egy festői szépségű kis településen a Mura ölelésében, Molnáriban. A gazdaság körüli munkákba szépen belecseperedtek a fiai, Mátyás és Márton. Apa vitt benneteket a határba? Természetesen a gyerekkorunk óta. Mit csináltatok már gyerekkorban, hogyha el lehet ezt árulni a mezőgazdasági területeken? Hát a traktorba ültünk, és igazából amikor szereltek, akkor ott segítkeztünk nekik, nézegettük, ellestük a technikákat. Nagyon, igazából mindenben részt vettünk, amivel csak lehetett. Hogy végeztünk az iskolából, leérettségiztünk mind a ketten testvéremmel, és onnantól kezdve már egyre több részt vettünk ki a munkából. Egy idő után már kialakult az, hogy mi adtunk olyan tanácsokat édesapámnak, ami nála egy berögzött dolog lett volna, de mi másfél láttuk ezt a dolgot, és így szépen átvettük úgymond a gazdaság irányítását. Ma már 80%-ban a fiúk végzik a teendőket, de édesapjuk is ott van mellettük, és sokat dolgozik a gazdaságban. Most olyan 140 hektáron gazdálkodunk, ennek nagy része kukorica, szója és búzatermesztés. Van még olyan 30-40 hektár lucernánk, amit a jószágoknak bálázunk föl, és adjuk nekik takarmányként. Akkor még bérkaszállást vállalunk durván olyan 200 hektárt egy évbe, bálázást, meg teljes begyűjtést, cénabegyűjtést. Majd olyan 10-12 éve belefágtunk a húsmarha tenyésztésbe, és azóta ezzel foglalkozunk. Hogy esett a választás a limuzinokra? Az első évben magyar tarkákkal kezdtünk, viszont azt mértük föl a piacon, hogy annyira nem egy keresett fajta, előállításban ugyanannyiba kerül, de viszont a végtermék sokkal eladhatóbb, mint a magyar tarka. Bizonyára odafigyeltek a terményeknek a betakarítására, a kaszálásra, aztán a rendsodrásra, bálázásra. Miért fontosak ezek? Igazából, hogyha mindent megfelelő időben és precízen meg tudunk csinálni, akkor igazából egy jó terméket kapunk, és ugye az állatoknak ugye ezt etetjük, ezért megpróbáljuk minél jobban ezt megcsinálni, hogy az állatoknak így úgymond jobb legyen a takarmánya. A Kotnyek család a pályázatok kihasználásával tudta az elmúlt években fejleszteni a gazdaságot. Idén az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt lehetőséget is szeretnék kihasználni. Például most az ATK pályázatnál teljes zöld gépsort, a szálas takarmány betakarításhoz szükséges minden eszközre lehet pályázni, plusz szénatároló istálóépítésre, amire a létszám növekedése miatt azért nagy szükségünk van. Azon kívül szeretnénk még kaszát beletenni, meg esetleg még egy pótkocsit. Az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázatokat nagyon várták már a gazdálkodók. Széles a paletta, amiből válogathatnak a termelők. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy valaki akár felépítse a kezdetektől a gazdaságot, vagy a már meglévő jól működőt még jobbá tudja tenni. Igazából a komplett zöld takarmányos sor a munkagépek közül a vállázókkal együtt bekerült, ahogy az önjáró silózó is, és legutolsó információk alapján a 85 kW motor teljesítményű traktor is szerepel a pályázható gépek listáján. Nagyon fontos az, hogy a takarmánynak a minősége az milyen, amikor az állatok elé tesszük. És itt a takarmány készítésnél nagyon fontos az, hogy milyen gépekkel tesszük ezt meg. Miért fontos ez? Ez így igaz. Én úgy gondolom, hogy ha valaki prémium minőségű állatállományt szeretne, mind most legyen tejelő, vagy húsmarha, vagy bármilyen másik állat, a takarmányozása a legfontosabb. Ugye ez ott kezdődik, hogy a takarmányt be kell takarítanunk, és már a kaszálás nagyban meghatározza ezt a dolgot. Minél tisztább, minél pontosabb vágásképet tudunk produkálni, annál nagyobb elánnal fogják ezt az állatok megenni. A következő lépés a technológiai sorrendben az a rendterítés, ami azért a mostani időjárási viszonyokban van, hogy kihagyható,
és az ezt követő pedig a rendsodrás, ami talán a legfontosabb lehet, hogyha a takarmány tisztaságát tartjuk szem előtt, mert minél szennyezettebb egy takarmány, annál gyengébb kedvel fogják enni azt az állatok. És hát ezt a földdel kevésbé szennyezett takarmányt utána ugye fel kell bálázni, és az sem mindegy, hogy azt hogyan tesszük. Így igaz, Magyarországon élünk, tehát mi bálázni szeretünk. Ettől függetlenül vannak erre más alternatív megoldások, mint nyugatabbra a rendfölszedő kocsik használata. Ez nálunk annyira még nem elterjedt, mi a bálázókat szeretjük. Minél jobb minőségű, keménységű, tömörségű bálát tudunk készíteni, annál jobbak leszünk a takarmányozásban, illetve az almozásban. Ti már ugye nem az első pályázatba fogtok bele. Mik a tapasztalataitok az előző pályázatokkal kapcsolatban? Mennyire volt gördülékeny? Hogyha a megfelelő pályázatíró céget alkalmazzuk, akkor nagyon gördülékenyen mennek a dolgok, ők majdnem mindent elrendeznek, és végigkísérik az egész pályázatot. Az, hogy a burgonya termesztés jövedelmező legyen, nem kis kihívást jelent a termelők számára. Milyen genetikájú burgonyafajtákat érdemes vetni? Milyen lehetőségeket érdemes számba venni a biostimulátorok és a tápanyag utánpótlás területén? Melyik öntözési megoldás a legideálisabb a burgonya számára? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptak a gazdák azon a burgonya termesztés technológiai bemutatón, melyre az Isterra Közép-Európa Kft., a Kite ZRT és Csupor Tamás gazdálkodó várta a termelőket Bugyi határában. A rendezvényen elhangzott, hazánkban a piros héjú vető burgonyákat kedvelik jobban a fogyasztók, a környező országokban viszont a sárga héjú fajták népszerűbbek. Valamikor azt mondták, hogy a burgonya az népélelmezési cikk. Mára ez egy kicsit megváltozott. Szerinted hogyan lehetne ismét a burgonyát kedveltebb élelmiszerré tenni Magyarországon? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Egy biztos, hogy teljesen egyetértek az elmondottakkal, és azt tudom, hogy Nyugat-Európában van egy tendencia, hogy az egészségügyi szempontokat nem figyelembe véve a fiatalabb generációk a kollégáim szerint naponta növekvő mennyiségű hasábburgonyát fogyasztanak. Szerintem ez Magyarországon is hasonlóképpen lesz, és hogyha nem is a legegészségesebb formája, de a hasábburgonya is nyilvánvalóan növeli a teljes akár hazai felhasználást és fogyasztást is. Hát emellé persze, amit ma az ebédkor megpróbálunk megmutatni, az, hogy a hasábburgonyán kívül sok más felhasználási forma van, ami egészségesebb, hiszen nem olajba sütjük ki például a burgonyát, hanem megfőzzük, vagy akár egy rövid főzés után hidegen, hagymával tálalva is nagyon kellemesen fogyasztható. Tehát próbálunk irányt mutatni abban is, hogy igenis van egészséges módja a burgonyafogyasztásnak, függetlenül attól, hogy néhányan úgy gondolják, hogy az energiatartalma vagy a keményítő tartalma miatt nem feltétlenül a legegészségesebb táplálék, pedig az. És hát azért népélelmezési, mert azért egy hektárról itt is, ebben a kísérletben is, hogyha meghaladjuk a 60 tonnás hektáronkénti átlagot, akkor ezért lehet népélelmezési termék, mert tényleg nagyon nagy a termőképesség hektáronként. Nem csupán előadásokkal, hanem szántóföldi bemutatóval is várták a termelőket, ahol a gazdák azt vehették szemügyre, hogy a francia és dán nemesítőházak fajtái hogyan vizsgáztak a hazai körülmények között. A fajta kísérletnek helyszínt adó termelő Csupor Tamás 70 hektáron gazdálkodik. Tamás, mióta kertészkedsz itt Bugyi határában? Gyakorlatilag már 17 éve, mióta az iskolai tanulmányom miatt befejeztem, bár informatikai mérnöki vénával áldottak meg, de a mezőgazdaság szeretete visszahúzott a családi gazdaságomba, amin már a harmadik generációt képviselem, és mai napig nagy szeretettel művelem ezt. Akkor lehet azt is mondani, hogy te az anyatejjel szívtad magadba a kertészet, a föld szeretetét. Így van, gyakorlatilag, hogyha megnézed itt ezt a homokos területet, én itt nőttem fel, nekem ez volt a homokozom. 6-7 éves koromtól kezdve a szüleimmel együtt ide kijártunk, és azóta megtanultam itt a kertészkedés csinyát, bínyát. Azt szokták mondani, hogy ezen a homok talajon azért tudni kell bánni a növényekkel, hiszen mondjuk egy békési jó Csernozium talajba csak vetni kell, ezt is szokták mondani, de azért itt oda kell figyelni. Így van, tehát a megfelelő mennyiségű műtrágyázással és az öntözéssel ezt tudjuk kompenzálni a gyenge talajadottságokat, viszont a héj minőség és a gumó minőség formai szerkezetileg
verhetetlenek vagyunk. Tehát azért egy kötött talajban nem tudunk ilyen minőségű gumót előállítani, mint itt. Egy viszonylag Magyarországon még új burgonya fajta családot állítottál itt elő. Hogy őszinte legyek, egy belső intuícióból adódóan azt éreztem, hogy vannak olyan fajtáik, amiket ki kell próbálni, érdemes kipróbálni. Végignéztem róluk a demoanyagokat, külföldi dán demoanyagokat, és azt láttam, hogy ezekkel a fajtákkal bizony érdemes foglalkozni, érdemes nálunk is megpróbálni. Hát, hogyha tudunk olyan termés eredményeket elérni, amik ütőképesek lesznek. Végül is, hogyha megnézzük itt a kiállított ládákat, akkor azt lehet mondani, hogy sikerült is ez neked. Az első termés eredményeink már meg is érkeztek, ugye ez a Mikado korai fajtából 51 tonna helyett 55 tonnát tudtunk betakarítani a korai sárga burgonya szegmensében. Ez azt hiszem, hogy átütő sikernek nevezhető. És azt is gondolom, hogy ez egy nagyon jó termés eredmény itt a helyi viszonylatok között. Hogyha visszagondolsz erre a 17 évre, meg arra, hogy ugye számítástechnika is az egyik kedvenc elfoglaltságod, akkor nem bántad meg, hogy ezeket a jó kis homoktalajokat választottad? Nem, nagyszüleimtől ezt még a mai napig hallgatom, hála a jó Istennek, hogy hallgathatom tőlük. Mindig azt mondják, hogy mennyivel jobb lenne egy öltönyben ülni egy irodában, én meg mindig azt mondom, hogy nincs attól jobb, amikor reggel kijövök 4-5-kor, és velem együtt kel fel a nap, és velem együtt fekszik le. Tehát ez egy olyan fajta szeretet, amiben beleszülettem, és ezt nem tudnám felcserélni semmi másra. Abszolút nem bántam meg, nekem beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A bemutatott burgonyafajták a szántóföld után a konyhában is vizsgáztak, ugyanis a program résztvevőinek többféle köretet is elkészítettek belőlük. Nagyon bízunk benne, hogy a termelők nem csak a fajtát szeretik meg felhasználhatóság, termeszthetőség szempontjából, hanem az íze is meg fog tetszeni, és döntenek úgy, hogy igenis a magyar vásárlóknak és felhasználóknak minden szempontból megfelelnek ezek a fajták. Mennyire jelentős ma a burgonya az ételeknél? Elég jelentős, viszont alakul a gasztronómiát egy másik irányzatba, ahol a mirelittel jobban dolgoznak, mint a frissel. Nagyon sok hely, mint például mi is megtartottuk ezt, hogy frissel dolgozunk. Szeretik a vendégek. Úgy hozzák forgalomba a burgonyákat, hogy már ráírják azt, hogy melyik fajta mire való. Milyen dolognak tartott ezt? Szerintem egy otthoni háziasszonynak ez hatalmas segítség. Azért valljuk be, hogy meg kell különböztetni a burgonyát, mert mint textúra, állag, keményítő tartalom mind más-más, és ugye mindegyik másra jó, szóval ez egy pozitív dolog szerintem. Kedves nézőink, kérem hallgassák az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adásait is. A talaj élet és a vízmegőrzés fontossága állt a Véderstad nyári országos roadshowjának középpontjában. Mivel a szélsőséges körülmények miatt már nem lehet a megszokott módon gazdálkodni, ezért a termelőknek alkalmazkodniuk kell a körülményekhez. Ehhez adnak tanácsokat évről évre a gyakorlati bemutatók során Birkás Márta professzorasszony segítségével. Azzal a vármegyei Dióskáli rendezvény házigazdája egy olyan család volt, akik hosszú ideje a talaj minőségét javító technológiákat alkalmazzák. Hogy látjátok, hogy a Plótár család az mennyire tanulta meg a forgatás nélküli talajművelési módszert? Nekünk mindig úgy kezdődik a nap, hogy professzor asszonyról, amikor megérkezünk, akkor megnézzük, hogy mit is látunk a felszín alatt. Úgyhogy most is így kezdődött el, hogy egy ásó próbával megnéztük, hogy mit látunk a felszín alatt, és az első ásónyomban egyből gilisztát találtunk. Ugye mondanom sem kell, hogy megvolt az öröm, de valóban, ami látszik ezen a területen, hogyha 15 éve valaki a forgatás nélküli művelés mellé állt, és ebben hisz, és jól is csinálja, és fokozatosan mélyít, művel, változtat a művelési rendszerén, akkor ez nem múlik el eredmény nélkül. Abszolút ezt éreztük itt, és ezt tapasztaltuk, ilyen viszonyok között is, mint ami az idei év, és az elmúlt időszak. István, mi már nagyon régen ismerjük egymást, hiszen már évtizedekre lehet datálni azt, hogy először megjelentem itt nálatok Dióskálon, és hát tulajdonképpen ti voltatok az elsők itt ezen a környéken, akik a forgatás nélküli talajművelést választottátok. Milyen megfontolásból?
Hát részben először ugye a kísérletek alapján ismerkedtünk meg ebben a technológiával. Legfőképp pénzügyi, meg időtakarékossági szempontok álltak előtte, és menet közben, ahogy csináltuk, rájöttünk, hogy ettől a termésünk, meg a jövedelmezésünk nem lett rosszabb, helyenként inkább pozitív irányba változott. Mennyire volt nehéz megtanulni talajul? Nagyon, nagyon, nagyon nehéz volt. Másképp kellett gondolkodni, másképp kellett hozzáállni a talajhoz, meg magához az egész műveléshez. Ha homlok egyenes hátat fordítottunk, az addig gondolt és vélt tudásnak. Hogyan fordulsz a talajodhoz? Első körben, hogy minél kevesebb problémát csináljak benne, minél kevesebb kárt okozzak a talajban, és nem feltétlenül magát a talajt, hanem a növényt és a biológiát próbálom támogatni. Itt ma ezen a Védelstadt bemutatón a vízmegőrzés volt a fő téma. Miért fontos ez a vízmegőrzés manapság? Hát legfőképp azért, mert egyre kevesebb van belőle. Ha van is, akkor vagy nagyon hirtelen és sok jön, vagy ha nincs, akkor természetesen meg száradunk ki, és ez az utóbbi időszakban hatványozottan jelentkezik. Az egyre nehezebb körülmények miatt ma már egyre több gazda figyel a vízmegőrzésre és a kipárolgás megakadályozására. Éppen ezért szívesen tanulnak a talajéletről, a talajlazításról és a visszazárásról. Tulajdonképpen ezeknek a gépeknek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy a felszín közeli részeket átforgatják és lazítják, és ehhez megfelelő eszközök vannak ezeken a gépeken. Melyek azok a legfontosabb eszközök, amiket itt kiemelnél ezek közül? Itt a vízmegőrzés szempontjából mindig az utolsó stádium, a visszazárásra alkalmas hengersor. Ugye ezeknek van különböző fajtái, egy sorban, dupla sorban, könnyű hengerek. Természetesen beleszól ebbe a kiválasztott eszköznek az ön súlya is, hisz nem feltétlen egy utolsó szempont ez, mert ezeken a hengereken keresztül képes az eszköz ezt a saját önsúlyt visszanyomni a talajra. Akik azt mondják, hogy inkább szántsunk, azok mindig azt szokták mondani, hogy azért szántsunk, mert jó mélyen föl tudjuk forgatni a talajokat. De hát ebben az esetben is fel lehet, ha nem is forgatni, de lazítani a talajokat. Én azt érzem, ha egy kultivátort kiemelünk, akkor igen, talán még alaposabban is. A kapaosztás egy fontos szempont abból a nézetből, hogy egy kultivátor milyen felületet, milyen minőséget képes a felszín alatt végrehajtani, és ezt a lazultságot ezeknek az eszközöknek a felszerelésének a variálhatóságával tudjuk elérni. Nagyon fontos az, hogy ne túl mélyen történjen ilyenkor, ilyen nagy szárazságban, ilyen nagy melegben a talajok mozgatása. Mi az a minimális szint, amit ti be tudtok vállalni? Szerencsésnek érzem magam, hisz a különböző opciókkal szinte a csekély munkamélységtől is, akár 1-2 cm-től is tudunk alaposan jól átfedett és megmozgatott talajt is készíteni. Ugye itt az árva keléseket figyelembe véve azt érzem, hogy fontos a bolygatás, nyilván egy csekély tarlóhántás, amit most ebben az időszakban kiemelendő, és ezt egy jól beállított eszközzel és egy jól felszereléssel meg lehet tenni. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági Magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Az idei év növénytermelője díj győztese Tóth Emil, Sárét Kft. Cseppet sincs könnyű dolguk a növénytermesztőknek. Éppen ezért mindenki megérdemelne egy díjat. Ez volt az első gondolata Tóth Emilnek, a Sárét Kft. Ügyvezetőjének, miután átvette a portfólió csoport agrárszektor konferenciáján az év növénytermelőjének járó elismerést. A szakember megmutatta stábunknak a kevés csapadék ellenére is gyönyörű növényállományát, és legújabb büszkeségét, az új istállót is megnézhettük. A novemberi portfólió agrárszektor konferencián téged az év növénytermesztői díjával tüntettek ki, de mégis egy állattenyésztő telepen, egy szarvasmarha istállóban beszélgetünk, ami nem véletlen. A tehenet mindig szerettem, és amikor ez a TSZ-t felszámolásra került 92-be, akkor gyakorlatilag a növénytermesztéssel együtt ezt a telepet megvásároltuk. És ez a telep gyakorlatilag a növénytermesztéssel együtt fejlődött folyamatosan.
És most azért vagyunk itt, mert ez nemrég építettük ezt az istállót, büszkeségünk titokban, nem propagáljuk. A büszkeségünk egy 6 robotos, georobotos istálló. Ezt szívvel léleket csináljuk, és örömünk telik benne. Hogy kerültél te a mezőgazdaságba, Emil? Agrármérnök vagyok, világéletemben ezt akartam csinálni. Az anyukám még háza mellett lakott az akkori TSZ elnök, az apám műszaki ember volt, és ő is Emil volt egyébként a szomszédunk, és én mindig fölnéztem rá, és én gyerekkorom óta én paraszt akartam lenni. Na, az is lettem, úgyhogy így, nagyon egyszerű. Emellett éltünk, a nagyszüleim parasztok voltak, a földjeink itt vannak a környéken, a rokonainkról, ahogy jöttünk ide Tácra, a Sekkanyar, azok a mi rokonaink, róluk van elnevezve az a környékbeli föld, tehát minden ide köt. Így. Miket termeltek mostanában? 3500 hektáron termelünk, nagyjából gyakorlatilag mindent. Kukoricát, buzát, silókukoricánk van a teheneknek, rozsunk van, ugye 100 hektár silórozsunk van, 150 hektár szójánk van, 600 hektár napraforgó, repce volt 310 hektár. Tehát az általános szokásos növénytermesztési áru növényeket termeljük. Nem csak az állataid szépek, hanem a növényeid is. Ahogy jöttünk ide az istállóhoz, láttam a napraforgót. Hogy tudsz ilyen gyönyörű növényeket csinálni, ilyen extrém körülmények között is? Nagy szerencsével. Hát jó a szakembergárda. Ugye a zászlóra tűztük a vízmegtartást. Ez nem véletlen, vagy nem pont a no-tilt jelenti meg ezeket a mindenkori dolgokat, de ezen azt hiszem talán a vita eldől. Okszerűen végzünk talajművelést, egyszer így. Másrészt egy hónappal ezelőtt volt még egy utolsó esőnk egyébként, és azon kívül pedig, hát nem tudom, itt, ahogy átjöttünk a vasúton, beléptél a mezőföldre, ami a Békési Televény, meg a Hajdú megyei lösszháton kívül, ez a harmadik nagyon komoly növénytermesztési régiója az országnak. Jó minőségű földjeink vannak. A másik titka az, hogy tavaly előtt is én még időben tudtam műtrágyát venni, és mi az elmúlt években nem takarékoskodtunk a műtrágyával, annak ellenére, hogy írtó drága ára volt, mi a teljes alapműtrágyát, nitrogén műtrágyát kiadtuk. És én azt gondolom, hogy az idén is a buzánk bizonyítja, hogy azért úgy szükken, de malmi buza lett, és szerencsésen értékesíteni is tudtuk már. Tehát minőségi buzát tudtunk termelni. Hogyan fogadtad ezt a díjat, Emil? Egy ilyen díj mindenkinek öröm. Nyilvánvaló főleg azért, mert egy szakmai grémium adta ezt nekem. Hát nyilvánvaló ez egy jól eső érzés. De én ott is elmondtam, hogy egy ilyen év növénytermesztője, hogy pont én lettem, ez egy véletlen szerencse, de az év növénytermesztője járna itt 5000-10000 gazdának, akik ilyen körülmények között szenvednek a saját gazdaságukba. Jó leső érzés. A 2023-24-es tanév lezárultával vehették át diplomáikat azok az első hallgatók, akik már az Integrált Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen kezdték meg tanulmányaikat. A négy vidéki és a budapesti kampuszon 2731 hallgató végzett, és 137-en fejezték be doktori tanulmányaikat. A központi tanévzárót Gödöllőn, a Királyi Kastély lovardájában tartották. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke, ünnepi beszédében kiemelte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai ágazat, amelyben a világra nyitott, innovatív, modern tudással felvértezett szakemberekre van szükség. A legfontosabb az, hogy ennek az egyetemnek, a kibocsátó anyaegyetemnek mindig legyen az ember számára üzenete. Azt javasoltam a fiataloknak is, hagyják nyitva a szívüket, hogy ez az üzenet abban meg is tudjon települni, és ennek eredményeképpen megtalálják azt a számukra mindig sikereket hozó munkát, amelyet mint egy szerelmi szinterületet is művelni tudnak, és amely valóban megélhetést és biztonságot jelent számukra. Mit szól a mate sikereihez, amit az utóbbi néhány esztendőben elért itt Gyurica professzor úr irányítása alatt? Én azt hiszem, hogy lassan igazán helyére kerül az agrár- és élelmiszeripari felsőoktatás is,
mint ennek az országnak egyik meghatározó zászlós hajója, hiszen ebben az országban a GDP-nek több mint 10%-át pontosan ez az ágazat adja, és ahhoz, hogy valóban sikeresek legyünk is, az önellátás területén is lényegesen függetlenebbek, mint amilyenek vagyunk, ahhoz elsősorban ezen az egyetemen kiválóan végzett és tudással felvérteződött fiatalokra van szükség, és a legújabb technológiára, amelyeket viszont állami segítség és állami szerepvállalás szükséges. A tanévzáró mindig arra is alkalmat ad, hogy az egyetem vezetése különböző kitüntetésekkel, díjakkal ismerje el azoknak a munkáját, akik kiemelkedően sokat tettek az intézményért. Gyurica Csaba rektor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem célkitűzései megvalósításának magas szintű támogatása, valamint több évtizedes közéleti tevékenysége elismeréseként 80. születésnapi alkalmából Pro Negocio Universitate kitüntetést adományozott Latorcai Jánosnak. Milyen kötődése van önnek a Matéhoz, az egyetemhez? Aki hosszú életet él Jóisten kegyelméből, az megélhet, hogy több egyetemen is oktathat, és többek között én komoly éveket töltöttem el az élelmiszeripari felsőoktatásban, ennek keretében a Gödöllői Egyetemen, akkor még Gödöllői Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki karán, illetve a konzervipari képzésben a Kertészeti Egyetemen, ahol rengeteg szakmai tudás birtokába kerültem, olyan professzorok mellett dolgozhattam, mint Fábri György, a desztilláció és az abszorpció európai, vagy talán mondhatnám világhírű professzora mellett, olyan emberek mellett, mint Bonkáló Tamás Kossuth Díjas főmérnök mellett, akiktől valóban a szakmát meg lehetett tanulni, és meg lehetett tanulni egy a szakmának, a szakmai sikerek eléréséhez szükséges alázatot és munkát. Doktori tanulmányai befejezésével doktori oklevelét vehette át az eseményen Kolesár Gergő. Disszertációját hétköznapi nyelvre lefordítva a vízfelszíni és az alámerült vízi növények versengéséről, illetve arról írta, hogy az algák és a csigák milyen hatással vannak erre a versengésre. Ez egy nagyon szépen hangzó kutatás, de milyen gyakorlati haszna lehet ennek a kutatásnak a mezőgazdaságban, illetve a vízgazdálkodásban? Először is kiemelném, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Az ökoszisztéma szolgáltatások azok olyan szolgáltatások, amelyeket mi ki tudunk aknázni úgymond ingyen, amit a természet ad számunkra. Ez ilyenek például a fürdőzés, a halászat, a vízisportok, stb. Ivóvíz használat is többek között. És ezeknek a használatát segítik elő, illetve ezeknek a használatát teszik lehetővé és hosszú távon fenntarthatóvá ennek a disszertációnak az eredményei, ugyanis hozzájárulnak nagy mértékben ahhoz, hogy előre lássuk azt, hogy mondjuk a globális klímaváltozás vagy az eutrofizáció folyamán milyen irányba fog változni a két növénycsoport közötti verseny, és ezáltal tudjuk valamilyen szinten prognosztizálni azt, hogy hogyan kellene belenyúlnunk ebbe a rendszerbe. Tehát az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a kiaknázását segíti elő hosszú távon. Mert bele kell nyúlnunk ebbe a rendszerbe, nekünk embereknek annyi mindenbe belenyúlunk. Igen, szeretnek az emberek Istent játszani, úgy veszem én is észre. Nagyon sok mindenbe belenyúlunk, lehet, hogy nem kellene, viszont mostanában, manapság nagyon jellemző az a felszíni vizeinkre, hogy megjelentek az invazív idegenhonos növények, és ezekkel a növényekkel valamit úgymond kezdenünk kell, mert ezek nagymértékben csökkentik nem csak a hazai növénycsoportok számát, illetve mennyiségét, hanem összességében a biodiverzitást is, tehát ez ellen fontos, hogy tegyünk. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne feledjék, a Facebookon is ott vagyunk. Kedves nézőink, kérem hallgassák az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adásait is.
Az Új Mezőgazdasági Magazint a jövő héten reggel szombaton 6 óra 35 perckor megismételjük. Új műsorral vasárnap reggel 6 óra 20 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Legyen nagyon szép a napjuk.